Mindenki is szokta kérdezni, hogy a három ezüstérem, hogy akkor ez biztos fájó pont, biztos szerencsétlennek érzem magam, én szerencsésnek érzem magam. 19 évig ültem úgymond kajakban, nagyon-nagyon sok mindent megtapasztaltam, nagyon sokat utaztunk, nagyon sok embert megismertem. Kim voltam két olimpián, odaállhattam az olimpiai döntőbe, odaállhattam egy olimpiai rajtvonalra, szóval nagyon Átfordult ez az egész bennem. Persze, mikor ezüstérmesek lettünk, akkor akkor jó csalódottság volt, és jó lett volna a dobogó legfelső fokára fellépni. De ahogy a szurkolók szerettek minket, meg ahogy a közönségként várt, meg ahogy beszélgettem sok más sportolótársammal, akiknek mondjuk nem sikerült eljutni az olimpiára, voltak olyan sportolótársaim, akik mindig Mm, tartalékok voltak, és a partról kellett nézni, szóval azért nagyon sok minden átfordítja az ember nézőpontját, és innentől átfordul az egész, és én azt mondom, hogy, hogy szerencsésnek érezhetem magam, ugye ebben a sportágban ilyen pályát futottam be, és azt, hogy továbbra is a sportákban tudtam maradni, és a csapat mellett tevékenykedhetek. Szabó Szilvia két gyönyörű gyermek édesanyja. Háromszor volt ezüstérmes olimpián, nyolcszoros Európa bajnok és 13 darab aranyérme van világbajnokságokról. Kajakos sikereinek tárgyi emlékeit egy szekrényben őrzi, amivel hamarosan jobban is megismerkedünk, de a története egy másik szekrényel kezdődött. Be kell vallanom, hogy nem voltam túl lelkes az elején, és ö, túl ambiciózus. Nem nagyon zavart, hogy leelőznek, hogy verseny van, hogy nekem oda kell érnem időben. És hát ennek meg is lett az eredménye, hiszen mikor az első szekrényosztás jött a, a csapaton belül, ami azt jelentette, hogy aki jól teljesített, rendesen járt edzésre, a szekrényben hagyhatta az edzésruháit, nem kellett minden nap táskában cipelni iskolába edzésre haza, ebbe a körforgásba, azok kaptak ilyen szekrényt, és hát én nem kaptam. És hát ez volt az az első fordulópont az életemben, ami egy kicsit arra sarkalt, hogy akkor is kell küzdeni és menni és csinálni. És mondhatom azt, hogy innen kezdtem úgymond haladni a hajóval, hiszen én is akartam szekrényt kapni, ezért egyre gyorsabban próbáltam kajakozni és megelőzni a többieket, úgyhogy a következő szekrényosztásnál már én is büszke tulajdonos lehettem és akkor vissza a szekrényhez, amiben már ott van kislánya első síelésben szerzett érme is, de a legnagyobb becsben mégis a Sydneyből és Athénból származó medálok állnak. Ő volt az első, ezüst a háromból, kajak 4-es 500 méter volt. Um, Nekem kedves emlék, hiszen ez volt az első olimpiai ezüstérem, volt, aki a négyesbe úgy gondolta, hogy hogy ez nem olyan jó, meg nem olyan szép eredmény, én nagyon örültem neki, ugye akkor voltam kineves először olimpián, szóval én nagyon boldog voltam vele, és hát rögtön másnap érkezett egy még egy ezüstérem az életemben, ez pedig kajakpárosban 500 méteren, a Kovács Katalinnal mentünk párost, ez egy nagyon kalandos, futam volt, biztos sokan emlékeznek rá, ö, olyan hatalmas szél kerekedett a pályán, hogy ö, konkrétan 6 vagy talán 8 órát késett a, a rajtunk időpontja, többször bemelegítettünk, többször felkészültünk, többször leültünk a parton, mert hát ö, nem lehetett vízre szállni, motorosok süllyedtek el, és hát, mivel az utolsó olimpiai nap volt, kénytelenek voltak megrendezni a nap végén, hiába nem enyhült a szél, tehát ilyen óceáni körülmények között kajakoztunk végig. Azt tudom, hogy ebbe melegítés alatt végig beszélgettük, hogy Úristen, hogy fogunk mi egyáltalán megfordulni ebben a hatalmas szélben. És nagyon rosszul kaptuk el rajtott, szerintem ilyen hatodik helyen voltunk végig, és valami történt ott az utolsó 200 méteren, mert hirtelen vagy elfáradt mindenki, mert annyira hosszú volt a pálya. Hirtelen nagyon gyorsan leelőztünk ott az utolsó 150 méteren, majdnem mindenkit, hát a németeket nem tudtuk utalérni, de így is a dobogóra sikerült fölkapaszkodnunk, és hát nagyon örültünk ennek az ezüstnek, a Katival többször beszéltük, hogy ez olyan nekünk, mint egy aranyérem, mert olyan hirdetlen körülmények között szereztük meg, amit soha máshol nem éltünk át, és hát ez pedig a harmadik olimpiai ezüstérem, őt a témban nyertük a négyessel. Most már azt mondom, hogy nyertük, akkor nagyon fájó volt ez az ezüstérem. Szóval nekem ez az ezüstérem volt az, amelyiknél már tudtam, hogy abba fogom hagyni a kajakozást, mert úgy éreztem, hogy ennél többet nem tudok beletenni a sportákban, és nem tudok többet készülni, hogy ennél gyorsabban tudjak és jobb felkészültséggel odaérni egy versenyre. Nehéz olyan kiemelkedő kajakos hölgyet találni az elmúlt 30 évből, akivel ne lenne legalább egy közös sikere. Kőbár Ritától Kovács Katalinon át egészen Kozák Danutáig ível a riválisból lett bajtársak és barátnők sora. Akiket teljesen helyén tudtuk kezelni azt, hogy a vízen ellenfelek vagyunk, és, és ott megvédjük a csatáinkat, viszont onnantól kezdve, hogy kiszálltunk a hajóból, ezt úgy le tudtuk ott rakni, és ugyanúgy ö, továbbiakban tudtunk beszélgetni, úgy, mint külföldiekkel, itthon a magyar versenyzőtársaimmal, tényleg nagyon sokukkal mai napig tartom a kapcsolatot, és hát ugye a, a, a legtöbbet, akivel legtöbbet kajakoztam egy hajóban, a Bóta Kinga, vele pedig még, még mai napi napi szinten is... Ö, jó barátságban vagyunk. Ő pontosan a döntő napjára lett olyan állapotban, hogy, hogy, hogy világbajnoki futamot tudtunk menni. Viszont az előfutamnál egyszerűen mentünk bemelegíteni, és szólt nekem hátulról, hogy ne halagos Szilvi, én nem bírom. És akkor ültünk a hajóba, de hát Kinga, ez csak a bemelegítés, mi lesz, ha el kell rajtolnunk, és végig kell mennünk a fején, és mondta, hogy hát, én viszont már annyira előbb kerültem ebbe a, a formába, hogy én mondtam, hogy hát te figyelj, hát valamit csinálj hátul, engem nem érdekel, én megyek, és akkor próbálj egyszer revezni, aztán lesz valami, és végül is nem a legjobb idővel, 5.-6. idővel bejutottunk a, a döntőbe. Megoldottuk azt, hogy átverekedjük magunkat ezen a holtponton, és egyszerűen olyan formába lendült a rákövetkező napon, még pihent, rákészült agyilag, hogy utána, meg úgymond, úgy tolta a hajót, hogy nekem tényleg csak a ritmus kellett adni, és, és akkor nyertük, amit mondtam, ezt a négy aranyérmet. Egy négyesnél az is fontos azon felül persze, hogy passzívan stílusuk és jól összedolgozott mozgásrendszerük legyen. Az is nagyon fontos, hogy lelkiekben egy húron pendüljenek, hogyha nem is teljesen, de azért legyen egy, egy, egy alaphang, ami, ami viszi előre a négyest. Ö, igen, elég sok rivalizálásban volt részem a négyes bekerüléseknél. Sokszor úgymond maradtam parton is, mikor nem kerültem be, de mikor megkaptam a lehetőséget és ö, beülhettem, akkor azért mindig megpróbáltam tenni azért, hogy ne gyengüljön velem a négyes, hanem erősödjön. És ö, azt kell mondjam, hogy az egy sportoló életében, azon felül, hogy mondjuk nagyon sokat dolgozik, és van hozzá úgymond tehetsége, vagy ö, vagy jó rendszere azon felül az a és nagyon sokban hozzátesz, hogy hogy, hogy jut el a, és hogy, hogy éve ez a pálya, amin végigmegy. Anya szerepben is sok kihívással találkozik a Kajakkenu Szövetség piárosa, aki a jelenlegi élversenyzőkért hivatalból is szorít. Talán Kozák Danutáért még egy kicsit jobban is. Én versenyzőként nem gondoltam volna, hogy hogy másért ennyire lehet izgulni. De mikor az olimpiai válogatója volt itt Szegeden, én akkor ekkor hassal már váltam a kisbabával, de mondtam, hogy Na én most beülök az autóba, és lemegyek, <laughs> mert, mert ezt nem élem túl itthon, és hát tényleg nagyon lehet, lehet a másikért szorítani és izgulni, és, és egy kicsit újra átélni azokat a, a dolgokat, amiket ugye mi versenyzőként átéltünk. Az a nagyon furcsa, hogy ameddig sportoltam, sokkal kevesebb szerepet kapott. Szóval mindig bekerült az érem, és akkor az ott jól el volt magában. Aztán ö, egyre többet kerül most elő, hogy nem sportolok, és nem azért, mert hogy mutogatni szeretném, hanem egyre több olyan szituáció van, amikor kíváncsiak rá az emberek. És nekem ez annyira furcsa, hogy, hogy nem akkor történtek ezek meg velem, amikor hazajöttem a versenyről, és úgymond ö, középpontban voltunk, hanem, hanem most, mikor éljük ugye a mindennapokat, és jönnek hozzánk úgymond az óvis kisbarátok és a szülők, és akkor úgymond áll össze a kép, hogy úristen, akkor itt van egy ilyen, <laughs> ilyen szekrény is, amiben ilyen kincsek vannak. Ez most meg kiegészülni a lányomnak a kis gyűjteményével, most nyert egy ezüstérmet síelésbe, ezt most gyorsan elmondom, mint büszke anyuka. <laughs> szóval most már megértem, hogy a szülők mit élnek át a parton. Nem voltam sajnos ott, nem láttam, de mikor hazahozta és megmutatta az érmet, akkor azért <laughs> közel voltam a síráshoz. Úgyhogy nagyon jó dolog szülőként is átélni.